Hello, szia, szevasztok! Nem megszokott módon hardware bemutatóval jelentkezem. A helyzet az, hogy pár hónapja kaptam ezt a csodálatos rózsaszínű szettet. Ez bizony a Limited Edition, és hát arra gondoltam, hogy mindenképpen elmesélem nektek a tapasztalataimat, ami egy kicsit pici hazugság, mert nem én tapasztaltam, hanem a barátnőm Claudia. Tehát mindenképp meg akartam nektek mutatni egyesével, illetve majd a vágóképeken látjátok, hogy miről is van szó. Az egész pak ott kezdődik, hogy hát billentyűzet, egér, fejhallgató, mint azt láthatjátok, és természetesen van hozzá egy kivételesen remek kis szőnyeg, és azt kell, hogy mondjam, hogy az ROG, vagy ROG, ahogy tetszik, ismét kitett magáért, mert egy nagyon pofás, csajos terméket dobott a piacra. Egyre inkább fordult a piac a hölgy játékosok, illetve a hölgy gamerek irányába, és hát ez is egy példa arra, hogy próbálták bemondani a rózsaszínt. Persze ez megint egy kicsit sztereotíp, mert nem feltétlenül rózsaszínt szeretik a lányok csak és kizárólag, csak azért mégiscsak a rózsaszín az, ami inkább egy csajosabb szín. Önmagában azt lehet elmondani például az egérről, hogy ez a ROG Gladius 2-esnek egy Origin Pink Limited változata, ami hát 12.000 DPI-ra is képes. Megkapta ugyanezt a rózsaszín, illetve szürkés bevonatot. A billentyűzet természetesen szintén egy ROG Strix Flare Limited kiadás. Nagyon igényes természetesen, ahogy azt megszokhattuk az ROG termékektől. Egy nagyon klassz multimédia, görgős, gumis tekerentyű van fölül. Minden rajta van, ami Samsungnak ingere, és tényleg igényesen van összetéve. Ráadásul megvan benne természetesen ez is. Ez bizony a saját ízlésed szerint kialakítható, illetve kicserélhető billentyűzet gombjai természetesen több változatban is kaphatóak, a Cherry MX Brown Blue Red Brown Blue, igen, változataiban, kinek melyik fekszik jobban, kinek tetszik jobban, hogyha hatalmas a csattogásokkal van tele a ház. Ugye természetesen van egy nagyon kellemes kis támaszték a billentyűzeten, hogy védje a kis csuklónkat, ami természetesen levehető. Egy igényes mágneses megoldással hozzáilleszthető a billentyűzethez. És természetesen itt van a ROG Strix Pink Fusion 300-as, illetve hát a Fusion 300-as Pink Limited kiadása, amely szintén megkapta ezt a rózsaszín festést, illetve a párnái ezzel a szürkés, kékes szürkés árnyalatú színezéssel érkeztek. És szintén egy igényes minőségi fejhallgató, mondom, az enyém is ilyen, csak az enyém a sima Fusion 300-as. Kétféle kábellel érkezik, ahogy azt megszokhattuk, USB-vel és természetesen jackkel is. Természetesen, ha nem USB kábellel használjuk, csak jackkel, akkor nem fog elegendő energiát kapni a fejhallgató ahhoz, hogy csodás RGB színben pompázzon, illetve hát a fehér fényt kap, fehéren világít, ami szerintem nagyon is illik ez a rózsaszín szürkés kék, kékes szürke árnyalatú fejhallgatóhoz. A fejhallgató, ami meg kell említeni természetesen, hogy mindenfajta kompatibilis PS4-es is, és természetesen ebbe is van mikrofon, hogy a Fusion 300-asba is. Nagyon igényes, kis kihúzható, elrejtett mikrofon, amely oldalról megérkezik a szátok elé, és tudjátok használni mindenfajta kommunikációra, akár Skype, akár InGame, akár Discord, akár TeamSpeak, akár sorolhatnánk tovább is. Mindenfajta megoldásra alkalmas. A jó megszokott ROG megoldás, igényes, szép, kellemes. És amit még nem lehet kihagyni, természetesen ez a csodálatos darab, amit most kibontok előttetek. Már amennyiben sikerül, és nem is szerencsétlenkedek. Nyilván a rossz oldalon kezdem el. Nem érdekes, van anyag, érted, idő van. És természetesen itt a szőnyeg. Én az utóbbi időben, ami az utóbbi 3 évet jelenti, vagy 2, csak ilyen szőnyegen élek. Természetesen nem ezen,
de hasonló ROG terméken, és azt kell, hogy mondjam, hogy imádom. Mert a régi idők, amikor lecsúszkáltunk az egérrel a egérpadról, azok megszűnnek ezzel. Könnyen takarítható, kellemes az érintése, tényleg, abszolút, pedig én nagyon nem bírom ezeket a sejmes cuccokat. Hátul természetesen gumizott, hogy ne csúszkáljon, és természetesen ez az a csodálatos egérpad szőnyeg, ami nagyon szépen összehozza ezt a termékcsaládot, és az asztalotokon úgy tud kinézni, hogy az csak ma. De természetesen mit sem számít az, hogy én mit gondolok erről a termékről, mert csak nagyjából információkat, illetve technikai adatokat osztottam meg veled. Inkább megidézem kedvesemet, aki az utóbbi pár hónapban használja ezt a terméket, hogy mit gondol róla. Hello, drágám! Viszlát, drágám! Valami még hiányzik. Ó, igen. Szia, baba! Gyere! Nézd, hogy szállt! Így már sokkal jobb. Igazán jóképű férfi is van itt. Igen, szia! Na, szóval sziasztok! Igen, én teszteltem a termékeket az elmúlt hónapokban. Tetszettek, meglepően tetszettek, nem számítottam, hogy ennyire jók lesznek. Az egér volt a kedvencem, amit annak ellenére is tovább fogok használni, hogy alapjáraton nekem kevés gombbal jön. A legtöbb dolgot szeretem az egérrel tenni, és itt úgy éreztem, hogy nem kaptam elég gombot, de jól néz ki, meg nagyon kényelmes, úgyhogy szerintem maradok ennél. Az különösen tetszik, hogy a hosszú körmeimet nagyon kényelmesen el tudom helyezni az egér oldalán lévő gumi részeknél, úgyhogy abszolút kényelmesen tudom fogni az egeret. A billentyűzet tetszett, tartottam tőle, hogy a hosszú köröm, szintén a hosszú köröm ugye csajos probléma, majd beszaladnak a gombok közé, meghajlik, eltörik, bármi negatív, de abszolút nem volt ilyen, egyetlen egyszer sem fordult elő. Nagyon kényelmes rajta inni, picit nekem hangos, de összességében nagyon tetszett. Ami zavaró volt, hogy szerintem, főleg az anyagok miatti különbség, de a szürke gombok és a kis csuklótámasz színe nem tökéletesen passzol, ez engem zavar, de nyilván a legtöbb embert nem fogja, úgyhogy én nem használtam hozzá a csuklótámaszt. A füles hát zseniális, nagyon jól lehet vele hallani, főleg a kis no-name kis fülesem után. Azt el kell mondanom, hogy nekem személy szerint dobhártya problémáim vannak, úgyhogy ez is, mint minden zárt füles, meglehetősen fájdalmas lesz egy olyan 20-30 perc után, ugye erős nyomást érzek, de még ennek ellenére is élveztem használni, és szerintem jó volt. Mi most ide nagyon szépen kiállítottuk a fülest, egyébként ez a kis támasztó nem jár hozzá, azt az múlt találta, van belőle még egy, mivel hogy ketten vagyunk, de mindenki beszerezheti ilyet magának. És semmi baj, hogyha ez nem rózsaszínben jön, ugye át lehet festeni, egy jó kis DIY mindig jó. A végezetül pedig néhány szó az egérpadról, vagy szőnyegről, vagy kinek mi. Nekem annyira nem tetszett. Egyrésztről nekem túl nagy, de ugye személyes preferencia, kinek mekkora asztala van. Nekem nagy volt, és mivel nagyon világos a színe, én úgy érzem, hogy annyira jól nem lehet takarítani. Mivel elsősorban inkább nedves törlőkendővel, vagy egy vizes rongyal úgy letörölni, de meglátszik rajta. Tehát, hogy annyira nem nekem való. Ugye én rengeteg mindent csinálok az asztalnál, de aki kifejezetten csak gémelésre, vagy csak leül és nyomkodott valamit, annak esetleg jó lesz. De én tudom, hogy összekoszolnám, és nem tudnám olyan szépen kitakarítani, és az biztos, hogy zavarna, úgyhogy ezért ez nekem nem volt a kedvencem, de összességében nagyon tetszettek a termékek, nagyon szerettem őket használni, mint említettem, az egér volt a kedvencem. Igazából a csajoknak ajánlom, vagy mindenkinek, aki szereti a rózsaszínt. Meglepő módon annyira nem rózsaszín, tehát nagyon, nagyon igényes szint választottak hozzá. Szóval összességében ajánlom a csajoknak, és szerintem remek termékek, egy próbát mindenképpen megér. Nagyon szépen köszönöm az Asus Magyarországnak, hogy ezt elküldték nekem, és használhattam. Imádtam őket, és találkozunk a következő videóban. Várjatok, nem biztos, hogy benne leszek. Akkor találkozunk a következő videóban, amiben benne leszek. Sziasztok!